Hát csak hisd, én ott leszek, ha baj van, megvédlek, ne félj, ne félj. Az a dolgom, hogy mindig segítsek, indulok, ha kérek, ne félj. Leszi, az értékes ajándék. Aki elsőnek felír, az lesz a hegy királya. Vagy királynője. Óvatosan, gyerekek! Tudtam, hogy élvezni fogják, ha a Gletschernél töltjük a vasárnap délutánt. Én is nagyon élvezem. Juhu! Ügyes voltál, Leszi! Győztél! Persze, hogy győzött. Négy lába van. Kifogás, kifogás! Leszi egész végig mezítláb futott, és őt nem hallottam panaszkodni. Ugye, kislány? Mi ez, anya? Az ilyen kupacok az úgynevezett kőhalmok. Túrázók raknak ilyet, hogy megjelöljék az utat. Nené, szóval valaki itt hagyta. Nem is akárki, Harvey. Az apád. Ez apáé volt? Tényleg? Ó, igen. Az a piros kő a tetején. Az volt a személyes ismertetőjegye. A Gletscher teljes területén vannak ilyen kőhalmok. Apukáddal sokszor jöttünk fel ide. Néha... olyan sűrűköd volt, hogy az arcunk elé tett kezünket sem láttuk. Nem jutottunk volna haza az apró kőhalmok nélkül. Tudom, ez már nagyon rég volt, de számomra olyan, mintha tegnap történt volna. Leszit. Úgy tűnik, szeretné, ha folytatnánk a hagyományt, és építenénk sajátot. Ügyes vagy, Leszi. Jó kutya. Jaj, ne. Mi az, Graham? Készüljetek az indulásra. Mozog a jég. Ha az a fal leszakad, instabillá válhat az egész Gletscher. Hivatalosan veszélyzónának nyilvánítom ezt a területet. A Gletscher alapja szerkezetileg már nem stabil. Ez azt jelenti, hogy az egész Gletscher összeomlik. De mi történt? Mi okozta a bajt? Semmi, ez teljesen természetes. Ne feledd, hogy a jég a hegyen folyamatosan mozgásban van. A Gletscherek nem stabilak. Harvey apukája mindig ezt mondta, amikor felvitt oda. Azt mondta, ne feledd, ez mind csak átmeneti. És igaza volt. Épp ezért figyelmeztetnünk kell a túrázókat, hogy kerüljék el a területet, amíg újra stabillá nem válik a jég és a Gletscher. Segítek kijelölni a területet, én apa! Én is! És Leszi a harmadik! Nos, ha ti mindent elintéztek, én megyek a dolgomra. Köszönöm a teát, Graham. Anya! Minden rendben? Jól vagyok. Csak tudod, ez a rengeteg emlék. Vigyázzatok magatokra, és légy óvatos odakint. Mua. Jeff, kimegyünk biztosítani a Gletschert. Tartsd szemmel a dolgokat itt. Rendben, uram! Leszi, indulunk! Szia, Leszi! Nem tudtam nem észrevenni, hogy kell egy kis segítség a felszerelés felpakolásához. Óvatosan, Bill! Nehogy megüsd magad! Én soha segíteni jöttem! Leszi, gyere! Bocsi, Biff, mennem kell. Kösz a segítséget! Nagyon, nagyon szívesen. Na, Casanova úr, hogy ment a dolog Leszivel? Mesélj el mindent! Részleteket, részleteket akarok! Nos, nem beszélt sokat. Szóval csak te beszéltél. Jellemző a hímekre, de nem baj. Nos, nem, én sem beszéltem sokat. Az jó, a tettek hangosabbak a szavaknál. Igen, de igazából nem csináltunk semmit. Leszi sosem fog észrevenni.
Butaság, Beef, hidd el, csak egy dolog van, légy önmagad. Pontosan, légy önmagad. Csak önmagad egy olyan verziója, aki sokkal izgalmasabb, kedvesebb és bájosabb. Az sem árt, ha van pénzed. Nincs szükséged ilyesmire, csak ki kell találnod. Mi az, ami közös benned és Lassiben? Hát, kutyák vagyunk. Látod? Az ég is egymásnak teremtett, és még? Mit szeret csinálni? Mi a hobbija? Mire vágyik? Mi az álma? Hát, embereket szokott menteni. Mentőkutya, ez az! Az ük-ük-ük nagyapám részben Bernát hegyi volt. Eltévedt túrázókat mentett fahordóval a nyakában. Szerintem ez műanyag. Na és egy a lényeg, van benne valamilyen forró ital. Lassi folyton embereket ment, ugye? De vele kitörődik. Kihez fordulhat, ha segítségre van szüksége? A lányok szeretik a hősöket. Akkor is, ha a lány maga is hős. Beef a mentőkutya, ez tetszik? Ezzel tuti leveszed a lábáról? Jobb lesz, ha igyekszel, mert elmennek. Jaj, ne! Úgy tűnik, Biff a mentőkutya már is mentésre szorul. Igen, ha Biff felügyel Lassire, ki fog vigyázni Biffre? Biff, várj meg! Helyzet van. Vissza kell jönnöd, amilyen gyorsan csak tudsz. Vettem, már is indulok. Vissza kell mennem a bázisra. De ti elkezdhetitek kitenni ezeket a Gletscherre vezető fő túra útvonal mentén. Megoldjuk, apa. Ha Lassi segít, hamar végzünk. Sietek! Ne menjetek a veszélyzóna közelébe, rendben? Rendben! Rendben! Anyukád kocsia? Igen, de azt mondta, hogy dolga van. Mit csinálhat idekint? Anya! 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 Ott fent Lassi, ez biztos? De ennek semmi értelme. Miért menne fel anyukám a Gletscherhez? Nem tudom, de szólnunk kell apukámnak. Szólj neki, de én nem várok addig. Felmegyek anyáért. De Harvey, hallottad, mit mondott apukám a Gletscherről? Nagyon veszélyes odafent. Tudom, pontosan ezért nem hagyhatom anyát egyedül. Harvey, várj meg! Anya! Lassi! 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 Szép kis mentőkutya vagyok. Már is elvesztettem. Egy igazi mentőkutya nem adja fel ilyen könnyen. Srácok, hát itt vagytok. Még szép, hogy itt vagyunk. A világért sem hagynánk ki. Nem, mintha nem hinnénk, hogy meg tudod csinálni. Vagyis... De! Pontosan ezt gondoltuk! Most mit csináljak? Hogy találom meg Lassit, hogy megmentsem és bebizonyítsam, hogy igazi mentőkutya vagyok? Te magad mondtad! Kutya vagy! Hát használd a szaglásod! Várj! A szuper mentőkutya szaglás aktiválva! Bár csak érzek valamit! Igen! Gratulálok, Biff! Megmentetted az első szendvicsedet? Legalább találtam valamit. Pontosan. És ha ezt megtaláltad, Lassit is megfogod. Képzeld el, hogy Lassi veszélyben van. Lassi? Veszélyben? Hol? Hol? Azt mondtam, képzeld el. Várj, ott vannak. Odafent, fent a Gletscheren.
A Gletscher! Ez mentőkutyának való munka! Tudod még mi a dolga a mentőkutyának? Cipelni a kimerült és fáradt áldozatokat a hátán, különösen, ha mi is felmegyünk oda! Ne aggódj, Pajti! Pattanj fel! Hüüüüüüüüüüüü! Köszi, mentőkutya! Még mindig nem értem, mit csinálhat anya ide fent. Mi az, kislány? Ó, szegény Leszi! Jéghideg az orra! Nem biztos, hogy meg tudja találni anyukádat. Most mit csináljunk? Az orrunkig sem látunk a ködben. Mégis hogy fogjuk... A kőhalmok! Lehet, hogy anya egy adott ösvényt követ, amit apa megjelölt a vörös kővel. Hát persze, igazad van. Kövessük őket, és lássuk, hova jutunk. Ez nagyon furcsa. Micsoda? Követni a halmokat, amiket apám épített. Olyan, mintha ő is itt lenne. Nézd, Leszi nyoma ide vezetett. Szép munka, Biff mentőkutya. Most, ha nem bánod, lassíthatnánk. Tudod, éppen szundikálni próbálok. Megfogyott az orrom, nem érzek semmit. És mivel a köd sűrűsödik, hamarosan látni sem fogunk semmit. Egy igazi mentőkutyának nincs szüksége a szaglásra, bízhat az ösztöneiben. Hát persze, a Bernáthegyi ükapámnak legendás ösztönei voltak. Ez a beszéd. Képzeld csak el, hogy ő hova menne, és vigyél oda. Ezt nem hiszem el! Mindez egy zsákutcáért! Ez képtelenség! Leszi, gyere vissza! Nincs ott semmi! Egy titkos átjáró! Úgy tűnik ez az út a Gletscher belsejébe vezet. Remélhetőleg anya is ott lesz. Gyertek, menjünk! Anyukádnak biztos jó oka volt rá, hogy idejött. Igen, de fogalmam sincs, mi lehet az. Köszi, Leszi! Most hogy fogunk átjutni? Oké, ez buta kérdés volt. Melyik alagutat válasszuk? Nem tudom. Talán jobb lenne, ha visszamennénk a... Ügyes vagy, Leszi! Oké, menjünk! Anya! Már mindenhol kerestünk! Harvey, Zoe! Mit csinálsz itt? Ti hogy kerültök? Nem kellene itt lennetek! Harvey, vidd Zoe-t és tűnjetek innen azonnal! Ez a hely túl veszélyes! Neked is túl veszélyes, anya! Ezt nem értem! Miért jöttél ide? Mégis mi lehet annyira fontos, hogy te... Ez te vagy apával? Igen, Harvey. Apád faragta ezt a szobrot, és nekem adta eljegyzési ajándékként.
Itt kérte meg a kezedet? Igen, így van. De úgy döntöttünk, itt hagyjuk a szobrot. Ez volt a titkos kincsünk. Nem bírtam volna ki, ha nem láthatom újra. Ki kell vinnem innen, mielőtt túl késő lenne. És apropó, mielőtt túl késő, azonnal haza kell vinned Zoét és Lessit. Azt már nem. Együtt fogunk elmenni. A mi szobrunkkal. Jól van. Akkor igyekezzünk. Szobor! Nem láttad? Hová tűnt? Elvesztettük, Harvey. Nem tudunk felmászni! Nagyon csúszik! Kellene a jégcsákány lépcsőfaragáshoz! Ott van valahol! Már meg is van! Hiszem el. Elsétáltam egészen idáig. Te? Sétáltál, ugye? Nekem úgy rémlik, hogy békésen horkoltál. Nem az én hibám. Délutáni sziesta időben indultunk. Nézzétek! Az Lassi! Lassi! Itt vagyok! Biztonságban vagy! Egy yeti! Nem sokan múlt. Srácok! Hé, srácok! Hol vagytok? Nincs más választásunk, Zoé! Szólj apukádnak! Nincs annyi időnk! A gleccser teljesen instabil! Ki kell találnunk valamit! Ötlete, bújjatok el! Hihetetlen. Ez az! Szép volt, Lassi! Gyorsan! Gyorsan, gyertek! Harvey, ne! Kapaszkodsz, Harvey! Igen, jól vagyok! Anya, a szobor! Ott van! Mindjárt megvan! Ne, Harvey! Hagyd a szobrot, ahol van! Ki kell másznunk! Mindjárt megvan! Mindjárt! Harvey, jól figyelj rám! Engedjük el! Harvey! Engedd el, fiam!
Add a kezed, segítek! Futás kifelé! Gyorsan! Ahó! Hol vagytok? Itt! Megmenekültünk! Végre! Mit kerestek ti itt? Lassi, végre! Követtelek, hogy vigyázzak rád, ahogy az Bernáthegyi nagyapám tette volna. De úgy tűnik, nincs szükséged rám. Sosem. Képzeld, a lehető legjobbkor érkeztetek. Tényleg? Forró csoki. Azta. Remek, ez majd felmelegít. Ügyes kis mentőkutya vagy. Biff, minden rendben? Minden bizony. Segítettem Lassinek. Igazi mentőkutya vagyok. Sajnálom, hogy elveszett a szoboranya. Tudom, milyen sokat jelentett neked, és... Semmi baj, kicsim. Egy valamit megtanultam ma. Az igazi kincs, amit apád rám hagyott, az nem egy szobor, hanem te, drága Harvey. A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készül.